Rendhagyó eseményre invitált a stábunkat a Gödöllő belvárosában működő Szepesi Optika vezetője, Szepesi Zsuzsanna. Az új látszerészet megnyitójának különlegessége, hogy a szalon egy művészeti galériával is kiegészül. Ön úgy döntött, hogy kiegészíti ezt a boltot egy lehetőséggel a művészek számára. Mi is ez valójában? Úgy gondoltam, mivel itt már elég nagy tér van ahhoz, hogy ne csak valami képet fölrakjunk, hanem az legyen olyan, hogy szemedgyönyörködtető, és egyben a művészeknek legyen egy bemutatkozási lehetőségük. Tehát fel is ajánlottam, hogy ha akarják, nem muszáj itt hagyni mindörökké, hanem bármikor lecserélhetik, amikor úgy gondolja, hogy mást akar megmutatni. A Szepesi Optika 1990-ben alakult Szepesi Zsuzsanna ezüstkoszorús optikus mester vezetésével. A már lassan 25 éve működő látszerészet nagy utat járt be az új szalon megszületéséig. Több helyen működtem már, először az STK-ban, az STK felkérésére, ott is volt egy szép kis üzletünk, de amikor a recepciót létre kellett hozni, akkor ki kellett, hogy jöjjünk onnan. De nagyon rendesek voltak, mert addig vártak, míg én nem találok helységet. Tehát nem az volt, hogy azonnal most kitegyük onnan a lábunkat, hanem tényleg megvárták, hogy én találjak helyette egy másikat. Akkor költöztünk át a Szabadság tér 8-ba, ott üzemelünk 7 éve, és most adódott egy lehetőség az Átrium üzletházban, ahol van az anya cég, és csak egy emeletet kell lejönnünk, és már akkor itt vagyunk a szalonban. Tehát a vevőknek, akik nem tudnak lépcsőzni, azoknak is jó, hogy nem kell feljönni, hanem egy utcáról beléphető helyen működünk. Tehát ha jól értjük a nézőkkel együtt, akkor két szalont is működtet ön. Kettőt, igen. A felső, az emeleti üzlet az már... Hát most nem tudom pontosan hány éve, de 20 éve körülbelül ugyanazon a helyen van az emeleten. És ez a földszinti, ez hát most egy lehetőség adódott, és nagyobb, szebb, korszerűbb körülményeket tudunk biztosítani a vásárlóknak, meg akik kontaktlencsét szeretnének csináltatni, azoknak is sokkal higiénikusabb körülmények várják itt. Nekem egy régi álmom volt ezt, hogy egy szép optikai szalont csináljak magamnak, vagyis hát, hogy nagyon jobb körülmények között tudjam kiszolgálni a gödöllői lakosokat, és aki szebbre, jobbra vágyik, ne kelljen elmennie Pestre, hanem itt Gödöllőn megtalálja azt, akár a drágábbat, akár olcsóbbat, bármilyen minőségben ki tudjuk szolgálni bárkit. Az új optikai szalon galériájában helyi művészek alkotásait lehet megtekinteni. Milyen művészek hagyták itt a munkáikat? Hol élnek ők, és milyen művészeti ágakban tevékenykednek? Mindannyian Gödöllőn laknak, Gödöllőn élnek, itt is fejtik ki a művészi tevékenységüket, ismertek is a gödöllői emberek körében. Nem akarom itt egyiket sem elsősorban említeni, csak ahogy eszembe jut, mert mindegyik megérdemelni, hogy első helyen említsem. Szekeres Erzsébet textilművész, Vada Márta festő, Lőrinc Ferenc festőművész, Anti Szabó János szobrász festő, és Pirók Irén textilszövő, és még egy valaki, ki ne felejtsem a sorból, Kunéva, aki nem Gödöllőn él, ő kerámikus művész. Kapcsolatot is lehet teremteni a művészekkel? Igen, én beszéltem a művészekkel, hogy én nem szeretnék eladással foglalkozni, hiszen nem ez az én műfajom, és nem is akarok erre engedélyt kérni, meg nem is akarok ezzel üzletelni. Valamennyien megadták a telefonszámukat, és ha valakit érdekel az itt látott mű, akkor a művésszel veszi fel a kapcsolatot. Azon túl, hogy minőségi szemüveget, kontaktlencsét és napszemüveget is lehet vásárolni a Szepesi Optikában, 1996 óta a cég ingyenes szemvizsgálatot is nyújt vásárlóinak. Két szemészorvos dolgozik nálunk, és két optometrista, ami azt jelenti, hogy a hét minden napjára, vasárnapot kivéve, le vagyunk fedve vizsgálati lehetőséggel. Tehát bármikor ide betéved valaki, és szemet szeretne vizsgáltatni, szinte
mindig van rá lehetőség, mert vagy orvos, vagy optometrista éppen itt van. De időpontra is dolgozunk, akár telefonon kérhetnek időpontot, akár ha személyesen bejön, de nincs ideje, tudunk adni időpontot, hogy valamikor, amikor neki alkalmasabb. Európa Uniós pályázaton elnyert pénzen tudtuk megvásárolni azokat a műszereket, amelyekkel a vásárlóinkat kifogástalan minőségben tudjuk vizsgálni és ellátni a megfelelően a problémájukhoz. Az eseményen Szepesi Zsuzsanna ügyvezető a kiállító művészeknek egy-egy személyre szabott ajándékkal kedveskedett.